4 év és 4 hónap börtönre ítélték azt a budapesti férfit, aki megerőszakolt egy részeg svéd tinédzsert. Az áldozaton nem voltak sérülések, és nem állt ellen a támadójának. Szakértők szerint az ilyen eseteket aggasztóan sokszor megússzák a tettesek. A fővárosi törvényszéken most viszont a kevés bizonyíték ellenére is átláttak a szokásos vádlotti védekezésen, ami úgy szól, hogy szó sem volt erőszakról, a lány is akarta. T. Gergely az utolsó szó jogán az áldozat szépen összehajtott nadrágjáról beszélt, ami látszik a helyszínelésen készült fotókon. Ezzel próbálta igazolni, hogy részéről szó sem volt erőszakról. Bemásztam, és akkor elvileg törött a róla egy nadrágot, amit szerintem előre lehetett előre, Október 29-én három fiatal svéd lány partizott a főváros buli negyedében. Több szórakozó helyen is voltak, ittak, táncoltak, aztán egy abszintos koktél után a 18 éves Hanna rosszul lett, és úgy döntött, hazamegy a bérelt lakásukba, ide a Veselényi utcába, egy körgangos házba. Mivel nála volt az egyetlen kulcs a lakáshoz, a gangra nyíló ablakot résnyire nyitva hagyta, hogy a barátnői is be tudjanak majd jönni. Aztán ruhástul ledőlt az ágyra és elaludt. Egy óra múlva arra ébredt, hogy valaki éppen megerőszakolja. T. Gergely azt mondta, ő éppen a gangon cigizett, amikor Hanna hazaért. Meg azt is, hogy a 18 éves kislány alsó neműben kellette magát neki, és kifejezetten az ő kedvéért nyitotta ki a gangra nyíló ablakot. Ügyvédje szerint semmi sem igazolja, hogy Hanna az eszméletlenségig részeg volt, amikor T. Gergely bemászott hozzá az ablakon. Éppen nem volt olyan fokban ittas, amely akár önmagában akarat nyilvánításra képtelen állapotot eredményezett volna. A védelem álláspontja szerint aznap éjjel a 18 éves külföldi lány és a számára teljesen ismeretlen vádlott kölcsönös beleegyezéssel létesített szexuális kapcsolatot. Nem lehetett igazolni, hogy Hanna mennyit ivott a parti éjszakáján, a rendőrség ugyanis a bejelentés után nem vizsgáltatta meg, hogy mekkora volt a véralkohol szintje. Sérülések nem voltak az áldozaton, vagyis arra sem volt bizonyíték, hogy ellenállt volna. A bíróság mégis elítélte a férfit nemi erőszak miatt. Nekem szemernyi kételjem nincsen afelől, hogy a vádlott, a vádiratban terhírerőt bűncselekményt elkövette a sértetnek a sérelmére. A bíróság szerint egyértelmű, hogy T. Gergely, amikor meglátta, hogy egy magatehetetlen lány fekszik a résnyire nyitott ablak mögött a Veselényi utcai házban, bemászott és megerőszakolta. Ahhoz, hogy megérthessük, miért ítélte el a bíróság T. Gergelyt, először el kell oszlatnunk néhány tévhitet a nemi erőszakkal kapcsolatban. A legnagyobb tévhit, mondta Spronc Júlia, a Patent Egyesület jogi szakértője, hogy a nemi erőszak áldozatai úgy néznek ki, ahogy a hollywoodi filmekben. Vérzősebek, megszaggatott ruha. Nagyon sok rosszat tesznek nekünk ezek az amerikai filmek, mert hogy ugyanezeket az elvárásokat támasztják itthon is a szexuális bűncselekmények áldozataival szemben, ehhez képest a túlnyomó többségnél. Egyáltalán nincsenek külsérelmi nyomok valójában, nincsen vadvédekezés, a legtöbb nemi erőszak áldozat az halálfélelmet él át ezekben a helyzetekben, és lefagyással reagál. A második legnagyobb tévhit, hogy az erőszaktevők néptelen, sötét utcákon állnak lesben, és magányos idegen nőkre vadásznak. Holott a felmérések, mondta Virág György, az Országos Kriminológiai Intézet kutatásvezetője, pontosan ennek az ellenkezőjét igazolták. A média nagyon sokáig azt a képet erősítette, és az is élt a köztudatban, hogy a tipikus elkövető az ez. Egy idegen, aki a sötét utcán megtámadja a nőt. Az adatok azt jelzik, hogy a cselekmények nagy részét azt nem idegenek követik el, ismeretlen környezetben, hanem otthon, ismerősök, vagy nem otthon, de valamilyen
mind a két fél számára ismert helyen, valamilyen ismertségi fokozatban, ismertségi viszonyban. Természetesen vannak olyan esetek, amikor tényleg a sötét utcán csap le a szexuális ragadozó, az áldozat pedig foggal körömmel védekezik, mutattunk is jó néhányat a kékfényben. Spronc Júlia szerint főleg ezek jutnak el a bíróságokra, mivel itt könnyen igazolható, hogy valóban erőszak történt. Azokat az eseteket szállítja a rendőrség és általuk az ügyészség a bíróság elé, amik a nagykönyvben megírt nemi erőszak esetek, van ellenállás, van külsérelmi nyom, általában azt szeretik, hogyha az elkövető az lehetőleg egy alacsonyabb társadalmi osztályba tartozik. A lebukott emberekkel folytatott vizsgálatok egy része azt jelzi, tehát ez börtönvizsgálatok, hogy az a szexuális erőszakot elkövetők intellektuális teljesítménye az valamivel alacsonyabb a börtönpopulációnál, a börtönben lévőknél. Hogy aztán ez csak a börtönben lévőkre jellemző, vagy általában azokra is, akik nem kerülnek börtönbe, azt nem tudom. A felmérések ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a nemi erőszakkal kapcsolatos esetek túlnyomó többsége sohasem derül ki. A ragadozók javarésze ugyanis a híres hollywoodi producerhez, Harvey Weinsteinhez hasonlóan nem fizikai erőszakkal kényszeríti szexre az áldozatát, hanem a hatalmi helyzetét használja ki. A másik módszer, hogy megvárja, míg a préda maga tehetetlenül hever előtte, úgy, ahogy T. Gergely tette az eszméletlen szomszédlánnyal. Folyamatosan alkoholt fogyasztottak. A bíróság szerint azt valóban nem lehetett megállapítani, hogy az áldozatnak pontosan mekkora volt a véralkohol szintje, de azt igen, hogy nagyon sokat ivott a két barátnőjével. A három lány, tehát a sértett és a két barátnője, gyakorlatilag késő délutántól kezdve, egészen addig a pontig, amíg ugye meg nem érkeztek az utolsó szórakozó helyre az instantba, addig folyamatosan alkoholt fogyasztottak, méghozzá abszolút keverve is, azt tehát teljesen különböző féléket. A tanúk azt is igazolták, és nem csak a barátnők, hogy Hanna tényleg rosszul lett éjfél körül. Hányt, és utána legalább fél órát pihegett az egyik kocsmában, mire összeszedte magát annyira, hogy haza tudott menni. A lány vallomását arról, hogy milyen állapotban ért haza, hitelesnek és életszerűnek találta a bíróság. Rosszul érzi magát, arra nincsen ereje, hogy a mosdóba kimenjen, semmi másra nem vágyik, mint aludjon, úgy, ahogy van, ruhástól eldől az ágyon és alszik. Részegen az ember mélyen alszik, ez köztudott. Vagyis nem csoda, hogy nem ébred fel rá, hogy valaki levetkőzteti és ráfekszik. A sértett gyakorlatilag nincsen abban a helyzetben, hogy védekezzen, nincsen abban a helyzetben, hogy felismerje, hogy neki egyáltalán valami ellen védekeznie kellene. Az nem derült ki, hogy az áldozat nadrágját kihajtogatta olyan szépen össze, amiről a vádlott beszélt az utolsó szójogán. A lényeg, hogy a bíróság szerint teljesen kizárt, hogy az alkoholtól szédelgő 18 éves lány egy idegen országban utolsó erejével szexre invitál egy idegen férfit, még éppen azelőtt, hogy beleájulna az ágyba. De ha mégis, akkor sem az ablakon kellene bemászni hozzá. Ennek a lánynak kulcsa volt a lakáshoz. Ha mindenáron beszerette volna hívni az általa a folyosón látott kinn álló férfit, azt gondolom, hogy kinyitotta volna a lakás ajtaját. A nemi erőszakot 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény. T. Gergely 4 év 4 hónapot kapott. Ezek a 3-4 éves hosszú szabadságvesztés büntetések, ezek kevesek. Ezek nem töltik be a céljukat. Hát az ott billeg, hogy hát 4 év, azt fél lábon kibírom, ma jó magaviselettel akár lényegesen korábban is kijuthatok a BV intézetből. Hát nem egy olyan típusú szankció, aminek valóban van visszatartó ereje, és az áldozatok számára is egyébként általában egy csalódást szokott okozni. Gyakorlatilag kettőt néz, és már megint ott van az utcán ez az ember. A bírósági gyakorlat szerint nagyobb büntetést akkor kap az elkövető, ha a nemi erőszak mellé még súlyosan bántalmazza is az áldozatot, vagy visszaeső. T.
T. Gergely 2019. októberében erőszakolta meg a svéd lányt, viszont csak 2020. decemberében tartóztatták le. A két időpont között 2020. májusában Tapolcán egy másik nő megerőszakolásával is megvádolták. Ott egy ismerőse párját kényszerítette szexre. Két olyan cselekmény, aminek gyakorlatilag a tárgya szinte azonos. Mindezt fél év különbséggel gondolatokat ébreszt mindenki számára, de ezt hangsúlyozom, hogy ezt én nyilvánvalóan nem vehetem figyelembe, mivel ugye jogerős bírói ítélet ezt nem állapította meg, ezt a bűnösséget. T. Gergely mostani 4 év 4 hónapos ítéletében nyomatékos enyhítő körülmény volt, hogy büntetlen előéletű. Ha a tapolcai eset miatt is ítéletet kap, ott már visszaesőnek számít majd. Feltéve persze, ha a mostani ítélet jogerőre emelkedik, a vádlott felmentésért fellebezett.